Vence király útja. Karácsony napján Vence, Csehország királya, kitekintett palotája ablakán, és felfigyelt valamire a havas mezőn. Bizonyára egy vadállat, vagy talán egy kóborkutya lehet, gondolta először. Ám ahogy jobban szemügyre vette az alakot a hóesésben, felismerte, hogy az egy ember. Vence király az egyik apródjáért kiáltott. Ki lehet az ott? Mutatott az ismeretlen alakra. Az aprót kinézett az ablakon, s legyintett. Á, csak egy öreg paraszt, valami Vladimir a neve, gondolom tűzivát szedeget. A király figyelte az embert és az ott téli időt, aztán a palota falai között felhalmozott temérdek kincsre gondolt, és arra, hogy mögötte a kandallóban lobog a tűz. Hol lakik? Faggatta tovább az apródját. Jó messzire innen a hegy lábánál. De miért kérdezi felség? Azért, mert segíteni fogunk rajta, vágta rá a király, és gyöngéden meglapogatta az aprót hátát. Készíts össze ételt, bort és tuzifát, parancsolta. Követni fogjuk a házáig. Na de a vendégei felség, ellenkezett az apród. Mi lesz a karácsony ünnepséggel? Hogyan ünnepelhetnék? Sóhajtott a király. Akkor, amikor ez a szegény ember még csak meg sem tud melegedni. Ételbort és tűzifát hozz ide! Adta ki újra a parancsot, de azúttal olyan határozottan, hogy az apród nem mert tovább vitatkozni. Nehezen haladtak előre a hóba. A király és az apród egymás mellett válvetve, ajándékokkal megrakodva. Süvített a szél, szakadt a hó, a parasztháza pedig még igencsak messze volt. Az apród egyre jobban elfáradt, végül lemaradt. Felséges királyom, kiáltotta előre a hófúvásba, nem bírom tovább, nagyon kimerültem, s a lábam annyira fázik, hogy alig érzem már. Vence király megállt és elgondolkozott, segíteni akart szegény paraszton, de nem szerette volna kockáztatni az aprót életét sem. Kerülj mögém, fiam, mondta kedvesen, lépj mindig a lábnyomomba, hát ha az segít. Így folytatják útjukat, amikor az apród mestere nyomába lépett, szinte melegnek érezte a talajt. Most már könnyű szerrel haladt előre a hóba, és hamarosan megérkeztek a paraszt kunyójához. Az öreg nem akart hinni a szemének, amikor megpillantotta a királyt az ajtaja előtt. Még jobban leesett az álla a csodálkozástól, s nem győzött hálálkodni, amikor a király ajándékokat rakott elé, s így kiáltott. Étel, bor, tűzifa, hát boldog karácsonyt! Vence király és az aprót karácsonyi útjáról azóta is mesélnek mindenhol. Ma éppen itt nálatok.